A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban visszatekintünk az elmúlt esztendőre, vendégem pedig Dobri Dániel, az Alberege Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk, boldog új évet! Boldog új évet! No, a boldog új évről is fogunk beszélgetni, de nyilván egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mi minden történt az elmúlt évben, az elmúlt, abban az időszakban, ami... Én azt gondolom, hogy az Alberege Szimfonikus Zenekar történetében is rendkívül fontos volt ez a idestől a két esztendő. Annál is inkább, mert ugye azt megszokhattuk, hogy veled nagyon sokat találkoztunk, tekintve, hogy a színház kortárs művészeti vezetőjeként azért ott voltál a csúcson, ha úgy tetszik. Ezt követően azonban elfogadtad azt a felkérést, hogy az Alberege Szimfonikus Zenekarhoz csatlakozz, és már is én azt mondom, hogy egy olyan eredménysor következett, bár ez ugye sportkifejezés, de én azt gondolom, hogy a megerősítést jelenthet számotokra, hogy a szimfonikus zenekar struktúrájának átalakítása, illetve a kortárs klasszikus zene beemelése eredményeket hozott, és nagyon sok eredményt. Itt csak egy közbevető kérdés itt az elején, gondoltad volna, amikor elvállaltad ezt a felkérést, hogy ilyen rövid idő alatt sikerül meghonosítani a kortárs klasszikust Fehérváron is? Bíztam benne, már pedig azért bíztam benne, mert azért én már jó 10 éve, vagy talán most már több mint 10 éve dolgozom Székesfehérváron, ismerem a székesfehérvári közönséget, ahogy mondtad, elsősorban a színház oldaláról, de mindig is láttam azt a nyitottságot és azt az érdeklődést, ami erre a városra jellemző. Úgyhogy, ha őszinte akarok veled lenni, akkor azt mondom, hogy bíztam benne, hogy nyitott fülekre talál a kortárs zene is, a kortárs szimfonikus zene Székesfehérváron. Ennek ellenére van egy csomó-csomó aspektusa ennek a dolognak, ami engem is meglepett, vagy ami nekem is újdonság. Gondolok itt például arra, hogy milyen szép sikereket tudtunk már elérni, és szeretnénk elérni a jövőben is az ifjúsági programunkkal, a gyerekekkel kapcsolatban, konkrétan a kortárzenében, a gyerekeknek szóló kortárzenével is. Ugye ez példaértékű. Viszont miért nem keveset beszélünk arról, hogy fogadta ezt a zenekar? Hiszen alapból egy klasszikus zenekar. Nem azt mondom, hogy mindig Haydnt kell játszani, de a tény attól tény maradt, hogy a kortárs zenét meg kell szokni, meg kell tanulni, hozzá kell idomulni bizonyos értelemben, függetlenül attól, hogy valakinek ez a hivatása. Igen, azért ez szerencsére már nem így van teljes egészében, mert talán mondható, hogy Nyugat-Európában azért az utóbbi időszakban már trend lett, hogy egy klasszikus zenekar, egy szimfonikus zenekar rendszeresen játszik kortárzenét, rendszeresen beemel a repertoárjába, koncertműsorába klasszikus darabok mellé kortársat is. Nálunk inkább olyan szempontból vagyunk mi ezen belül is egyediek, hogy nálunk egy műhely jött létre a zenekaron belül a mai zenére, a mai zene népszerűsítésére, hogy úgy mondjam, illetve hát a mai zene játékmódjainak a kidolgozására a zenekaron belül is. Erre a zenekarban elég nagy a nyitottság, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle probléma nem volt, mert az első pillanatban sem, tehát nem kellett senkit győzködni arról, hogy ez miért jó, miért fontos, hanem nyitott emberekkel tudok együtt dolgozni. A kortárs zene létjogosultsága, bár ugye arról beszéltünk, hogy csak az évadról, de az évadnyitón, tehát a térélményen is bebizonyosodott. Ez számodra mennyire jelent megerősítést, hogy ott egy olyan helyszínen, ahol más szoktak meg az emberek, és kiderült, hogy igenis élvezik ezt és kedvelik? Hát igen, az biztos, hogy ez egy jó dolog, hogyha vegyítjük a különböző, mondjuk úgy, hogy műfajokat vagy korstílusokat, mert
Mert nem gondolom, hogy a közönségben lenne bármiféle elzárkózás ezzel kapcsolatban. Ugye a kortárs zene az most egészen más jelent, mint mondjuk a 60-as, 70-es években, amikor elsősorban az avantgárd volt a meghatározó irányzat, illetve az avantgárdnak a különböző irányzatai. Ma is vannak avantgárdabb irányzatok is a kortárs zenében, de nagyon sok minden más is hatással van a mai zenére, így például a könnyű zene, vagy akár a filmzene is. Mi igyekszünk minél szélesebb spektrumot megmutatni a közönségünknek és a fehérvári közönségnek, és megismertetni őket a mai zenei kínálattal, zenei felhozatallal, hogy ők válogathassanak, és ők döntessék el, hogy mi az, ami tetszik nekik, és mi az, ami kevésbé. Világos. No, hát ne feltétlenül időrendben megyünk, mert annál is inkább kezdjük a partitúra koncertekkel, hiszen ebből 11 előadás volt. És az szerintem példaértékű, mert hogy én láttam a fiatalokat is. És az első ugye a hangokkal festő Haydn 6 előadással. Én egyet láttam természetesen csak, ugyanakkor én lubickoltál te magad is, és mindenki, a zenekar is, és én a gyerekeket figyeltem elsősorban, a zenén túl nyilván, és azt láttam, hogy pillanatok alatt megszerették azt a fajta stílust, azt a fajta gondolatgazdag hozzáadott értéket, amit nyújtottatok. Az az igazság, hogy ezzel a hangokkal festő Haydn című koncertünkből is végül 10-et sikerült eljátszani már össze. 6 volt nálunk a székházban, és kivittük a Szent Imre általános iskolába is. Ott is volt 2 koncertünk belőle, és elvittük Dunaújvárosba is, tehát sikerült elindítani a Dunaújvárosi Bartók Színházzal közösen egy ifjúsági bérletet, ami reméljük, hogy most már rendszeres lesz az a megállapodás, hogy igen, ott Csadi Zoltán művészeti vezetővel és Őze Áron igazgatóval közösen kidolgoztunk egy struktúrát, tehát hogy oda is visszük a partitúra koncerteket, most már rendszeresen. Hát nekem az az igazság, hogy ez egy új dolog az életemben, tehát hogy amikor azt mondtam neked itt a beszélgetés elején, hogy van, ami engem is meglepett, akkor ez, erre a dologra gondolok elsősorban. Tavaly szeptemberben, vagyis az előző év vagy szeptemberében az igazgatóm, Ruf Tamás igazgató keresett meg azzal, hogy mi lenne, hogyha én csinálnám a kortárs zene mellett ezt is a zenekaron belül. Ő úgy gondolta, hogy nekem van ehhez affinitásom, és én ezen elsőre meglepődtem, de az az igazság, hogy az első pillanattól kezdve nagyon élvezem ezt a feladatot, nagyon szívesen beszélgetek fiatalokkal, gyerekekkel, és nagyon szívesen próbálom velük megértetni egy-egy darabnak az eszenciáját. Az a rendhagyó talán ebben, hogy én nem vagyok sem zenetörténész, zenetudós, sem tanár, tehát pedagógus sem, ezért egy egészen más aspektusból próbálom megfogni a zenét. Zeneszerzői szempontból beszélgetünk a darabokról, szétszedjük azokat, megmutatjuk, hogy milyen elemekből állnak össze, hogyan lehetne még azt megírni, hogyha nem úgy írta volna meg a zeneszerző, ahogy. Tehát igazából a gyerekekkel közösen egy laboratóriumi munkát végzünk, elképzeljük, hogy mindannyian zeneszerzők vagyunk, és ott, itt és most írjuk a darabokat, együtt dolgozunk, együtt boncolgatjuk azokat. De ez azokat. A teli találat volt, annál is inkább, mert egy kicsit hasonul, ugye ennek volt folytatása, és arról is beszélünk, csak most közbevetem, hogy Dobsai Péterrel pedig arról beszélgettünk, hogy a Kérdezd a karmestert, az erre hajasz, ha úgy tetszik, csak a felnőtteknek értelemszerűen, ami megint csak egy olyan új elképzelés, ami bejött. Ez is. És most már lesz Kérdezd a zeneszerzőt is, január végén, hogy még tovább kombináljuk, tehát felnőtteknek is csinálunk kortárs beavatót. Ugyanez volt a Mikulás partitúrán, hiszen az énekzenéje hangversenyen, ott ugye Grieg és Sibelius hangzott el 6 koncerttel,
az is valami más, hiszen a Mikuláshoz nagyon is jól tudjuk, hogy a fiatalok a gyerekek kötődnek. De így, hogy klasszikus zeneszerzők művein keresztül, az valóban újdonság. Igen, elvittük Észak-Európába a gyerekeket, a Mikulás vidékére, és megismertettük őket az észak-európai romantikával, az északi zenének a sajátosságaival. Nagyon élveztem ezt a koncertsorozatot is. Ez volt a második koncertsorozat ebben az évadban, ifjúsági koncertsorozat, amit a zenekar próbatermében, tehát a zenekar székházában tartottunk. Azt hiszem, hogy erről is mondhatjuk tényleg. Nani, ilyenkor mennyire tudatos az a darabválasztás? Tehát itt Grieg és Sibelius volt, itt Pirgint, stb. De én azt mondom, hogy ez akkor jó, ha egy kicsit magad is gyermekké válsz. Persze, ez, hát nem árulok el nagy titkot, vagy nagyon is tudatos. Tehát ennek a műsornak minden része tudatos. Tudatos a program összeállítása, amelyen hosszan dolgozunk, gondolkozunk a művészeti vezetéssel, Dobszai Péterrel, Ruf Tamással és Szabó Balázssal, amikor állítjuk össze az évad tervet, és az az igazság, hogy maga az én előadásom is nagyon tudatos. Én ezt elég precízen kidolgozom, hosszú időt töltve ezzel a koncertsorozatot megelőzően, aztán persze ettől eltérek a koncertek során, attól, amit leírok, vagy kidolgozok magamnak. Tehát olyankor, amikor már koncert van, akkor már inkább a kapcsolat felvétel a közönséggel a legfontosabb. Ugye itt ezt bizonyította a Mária képek a kortár zenében. Ez megint egy olyan szakrális koncertről beszélünk, ami újdonság abban az értelemben, hiszen a Mária megismerésének mélységét azt mi megtapasztaljuk egy-egy klasszikus zenei műben, nyilvánvaló, de az, hogy közel hozzuk a ma fiataljait, a 21. század fiataljait, ahhoz az is kell, hogy egy kicsit másként beszéljünk róla és tegyünk érte. Igen, a Mária képek koncertünk az valójában szintén egy beavató koncert volt, de ez egy felnőtteknek szóló beavató koncert, ahol különböző zenei Mária ábrázolásokat hallhatott a közönség a kortárzene nyelvén keresztül. Ezt a koncertet, ezt először az Arszó kamarazenekarával és Rajk Judittal itt nyáron az Egyházmegyei Múzeumban mutattuk be, az Egyházmegyei Múzeumnak a koncertsorozatán, aztán pedig eljutott ez a koncert novemberben egy római koncertkörútra is, a Palazzo Falconieriben és a Stefano Rotondo templomban is adtunk egy koncertet advent első vasárnapján, illetve az adventi időszakban a zenekarral. Tehát nyilván ott is tetszett, én gondolom, mert hogy, sőt, hát tudom. No, egy másik Róma. Megérkeztünk ehhez. Tehát Róma az alapja mindennek. Azt nagyon is jól tudjuk. Viszont a klasszikus zenének nem annyira. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy amit az imént is említettél, a Santo Stefano Rotondot és az összes többi, a Via Giulia is, bizonyos vagyok benne, hogy minden olyan darabot szívesen fogad, hiszen azért minden olasz-magyar művész lélek. Honnét jött a gondolat, hogy egy kicsit kitekintsetek ilyen formában is? Hát ez egy másik Róma, ez az én kamaraoperám, ami viszont nem az Alba Régia szimfonikus zenekarhoz kötődik, viszont Székesfehérvárhoz szerencsére most már kötődik, mivel ezt a darabomat ősszel bemutattuk a Hímer házban a Nemes Nagy kollégium diákjai előtt, több száz diák előtt. Ez egy olyan történet, ami részben Rómáról szól, részben pedig a II. Világháborúról és az azt követő időszakról. Ezt a kamaraoperát én Nemes Nagy Ágnes verseiből és Lengyel Balázsnak az eszéjéből írtam. Én írtam magát a szövegkönyvet, tehát a librettót is. És ezt a darabot többször is bemutattuk Rómában az elmúlt években.
Azt hiszem, hogy sajnos mostanra egyre aktuálisabbá vált, hiszen ez egy párkapcsolati történet, egy férfinő történet, ami a II. Világháború idején kezdődik, majd ezután Rómában játszódik, majd pedig a kommunizmusban Magyarországon, és valójában, hogyha röviden szeretném összefoglalni, akkor arról szól, hogy hát hogyan megy rá ez a párkapcsolat a 20. század történelem, 20. századi magyar történelemnek a viharai hogyan teszik tönkre ezt a párkapcsolatot, úgyhogy hát sajnos ez most ebben a háborús időszakban, ami most is van a szomszédunkban, ez még aktuálisabb történet lett. Ezt a darabot, ezt elég sokszor, 15-ször el tudtuk játszani az elmúlt évben, nagyon-nagyon szuper énekesekkel és zenészekkel. Például az énekesek között van Kéringer László opera énekes, akivel viszont most majd január végén a Kortárs Partitúra koncertsorozatunkon a fehérvári közönség is találkozhat. Egyébként ez a darab bizonyságot adott arról, hogy igenis lehet mélységeket mutatni, nem csak kizárólag a klasszikus módon, hiszen ez egy egyedi történet a tiéd, mármint nem csak a tartalmában, hanem abban is, hogy ahogy felépítetted ezt a darabot, és nyilvánvaló, hogy ezért is volt az, hogy mindenütt sikert aratott. Honnét jönnek ezek a gondolatok belőled? Íve van a munkásságodnak, azt tudjuk. Hát jó kérdés. Vannak problémák, mind zenei, mind társadalmi, mind dramaturgiai problémák, amik foglalkoztatnak, és ezt próbálok ezekből dolgozni. Nem tudom ennél pontosabban megmondani. Tehát nyilván visszanyúlsz némiképp a múltba, hiszen tulajdonképpen a partitúrák is erről szólnak, a jelen, illetve a jövő, még inkább a jövő érdekében. Így van, tehát hogy ennek van mindenképpen egy olyan része is, ami a hagyomány ápolásról, vagy a hagyománynak a tovább örökítéséről szól, erről a mi európai klasszikus zenei hagyományunknak a tovább örökítéséről, tehát nekem az a meggyőződésem, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha nem valami múzeumi körülmények között próbáljuk ezt a hagyományt ápolni, hanem frissen, és mai gondolatokkal, a mai emberekhez szólva, a fiatalokat megszólítva, tehát nekem ezek nagyon-nagyon fontos szempontok. Ugye tudjuk, hogy a kultúra szereplőit is jelentősen megviselte a Covid, most pedig értelemszerűen a rezsiválság, a gazdasági válság, az orosz-ukrán háború, amiről a Szőr mentén már beszéltünk, és nyilvánvaló, hogy ennek folyamánya, hogy a Vörösmarty Színház kénytelen volt bezárni március 1-én, most már egy hónappal korábban azért nyitás lesz, hála Istennek, viszont titeket ez nem fenyeget, teszem hozzá, ez nagyon is jól van így, tehát készülhettek az új évadra, az új évre, és ahogy említetted, már folyamatosan tárgyaltok erről. Mi minden várható, ami nem titok? Igen, amiről most már többször beszéltem, a legközelebbi, a január végi Kortárs Partitúra koncertsorozatunk, ez a Jelen hangjai című koncertünknek a folytatása, ahol magyar kortárzenével ismerkedhet meg a közönségünk, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, mivel ezt a koncertet majd megcsináljuk a Kérdezd a zeneszerzőt koncertünkön is, január 26-án, mindez az Arszó székházában lesz, és hát itt olyan szerzőkkel találkozhat, ha minden igaz, személyesen is a közönségünk, mint Fekete Gyula, az én egykori zeneszerzés tanárom, a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének a vezetője, de itt lesz Sári László, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatnom a színház területén sem, hiszen tényleg egy világszinten is nagyon-nagyon fontos szerzőről van szó. Sári Laci bácsi is, épp tegnap beszéltünk telefonon, elfogadta a meghívást, úgyhogy itt lesz, ha minden jól megy a koncerten. De megszólal nekem is egy darabom ezen a koncertsorozaton,
illetve egy másik fiatalabb vagy fiatal zeneszerzőnek, aki viszont nekem már a tanárom volt a Zeneakadémián. Balogh Máténak is lesz darabja, illetve Ligeti György zenéjével is megismerkedhet a legfiatalabb közönség is, hiszen most januártól egy nagyon fontos évfordulót ünneplünk, Ligeti György 100 éve született, ezért én próbálkozom és próbálkozunk minél többet foglalkozni az ő zenéjével is a következő évben. Egyébként az, hogy végleges otthonra találtatok a Szabadságharcos úton, az mennyit segít abban, hogy most már ilyen értelemben is kerek a történet? Hiszen megvan a létszáma a zenekarnak, néhány ilyen apró változás nyilván volt, van és lesz is, mert az óhatatlanul így van, de most azért már együtt van a csapat. Hát sok szempontból most ez a kényszer helyzet, ami kialakult azzal kapcsolatban, hogy most elsősorban a Székházban játszunk, illetve január-februárban csak a Székházban játszunk, ezt én azt gondolom, meg azt szoktam mondani, hogy ezt az előnyünkre kell fordítani, és az előnyünkre is lehet fordítani, mivel ezzel tényleg egy igazi műhely munkába, én úgy mondom, hogy laboratóriumban nyerhet betekintést az, aki ellátogat hozzánk a Csónakázótó partjára, és eljön a koncertjeinkre. Tényleg olyan hangulat van a koncertjeinken, mint egy műhelyben, vagy egy laboratóriumban. Közelebb van a közönségünk fizikailag is, de hangilag is, és gondolatilag is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek egy csomó-csomó előnye van, amit ki kell használni most, és meg kell lopagolni. Nyilván, és hát a vendégszereplések pedig biztosítják azokat a klasszikus helyeket, ahol nyilvánvalóan egy szimfonikus zenekarnak kerek a világ, mert azért a Szabadságharcos próbaterem az azért kicsi. Így van. Hogy látod, otthonra talált a zenekar? Ebben a formációban veletek a zenekar élén? Hát, ez nyilván rád is vonatkozik. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben igen. Attól függ, hogy mit nevezünk otthonnak, de hogyha arra gondolsz, amire én is, hogy a közös gondolkozás és a közös munka, az azt hiszem, hogy egyre jobban működik. Folyamatosan egyre jobban működik. Ma reggel volt az év, a 23-as év első társulati ülése, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jól sikerült, most már sokadik társulati ülésünk volt közösen. Egyre jobban ismerjük egymást mindannyian a zenekaron belül. Álmodtok közösen? Igen. Azt hiszem, hogy igen. Nos, hát akkor én, Danikám, azt kívánom, hogy ezek az álmok valósuljanak meg, az mindannyiunk leginkább a fehérvári zenekedvelők érdeke, ha úgy tetszik, és hát, hogy ti is jól érezzétek magatokat itt nekünk, velünk, mert az Alba Regia Szimfonikus Zenekarra kivételes nagy szükség van ebben a felgyorsult, és úgy tűnik, hogy elég válságokkal sújtott időszakban. És hát azt kívánom, hogy ugyanolyan teltházak fogadják a zenekart mindenütt, mint ahogy az elmúlt évben is, hiszen azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos lépést tettetek, hogy Fehérvár ilyen értelemben is a zenevárosa legyen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Dobry Dániel volt, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.